ősszel lejár az önkormányzati képviselők 4 éves mandátuma. A mögöttünk levő idő már elegendő ahhoz, hogy számvetésre kérjük a városi honatyákat. Mit végeztek, mennyi a siker, mennyi a kudarc élmény? Elégedettek-e, vagy erősebb a hiányérzet, mint a jól végzett munka fölötti öröm? Olá Imre úr a város kulturális életének mozgását, alakulását irányította, figyelte. 1991. október 17-e óta lettem ennek a bizottságnak a vezetője. Első perctől kezdve szóba került két nagyon fontos koncepciónak a megfogalmazása. Megfogalmazása, mégpedig a közművelési koncepciónak a megfogalmazása, és tulajdonképpen szintén ezzel párhuzamosan a oktatási koncepció, de ugye miután a oktatási törvény még sehol nem volt, még veszekedtek rajta, hát nem beszélve a nemzeti alaptanterről, így ez tulajdonképpen ez hátradott a mi munkánkat is, ami az oktatási koncepciót illeti. De a közlelődés itt hamarosan tulajdonképpen létrehoztuk, helyesebben létrejött egy bizottság, amelynek a vezetője dr. Nyakas Miklós, most már tetszik ismerni, múzeumok igazgatója, és külső szakértőként Rubovszki Kálmár kértük a Kossuth Egyetemről. Melyek voltak a sikerélmények az eltelt időszakban? Tekintsük át ezt a listát, azért azt javaslom. Na, hát ki, ha csak abból, nagy vonalakban is. Kiemeltem én egy-két dolgot, igen. Hát ezt ugye, mint kriminális dolgot említettem ezt a... Tehát, hogy a intézményekkel... Azt hinni az ember, hogy oktatási intézmények, hát ugye oda pénz kell, meg hogyha megfelelő a vezetés, megfelelő a tantestület, akkor nincsen különösebb baj. Nincs a frászkodikát. Sorjában, fokozatosan. De persze a legnagyobb baj mindig a pénz volt. Például vallásoktatás, mindjárt az elején nagyon-nagyon komolyan gondoltam erre, vagy gondoltunk erre, mert azért kollektív volt mindig a döntés a témákat illetően. Mégpedig ezt a témát megnéztük részben a működő papok szemszögéből, meghívtuk egyszerűen a bizottságülésre, és a következő alkalommal pedig az iskola igazgatókat hívtuk meg, hogy őknek mi a véleménye. Nyilván pró és kontra elmondták a véleményüket. Olyan nagy baj nem volt, de apró cseprő azért mégis volt. Mit tudom én, olyan, hogy hát azért X iskolában, ne abban a tanterebben tartsam már a hitoktatást, ahol még mindig a lenninkép ott mosolyog rám. Pedagógusok fizetése mindjárt nyilván az első alkalommal szóba került. Szóba került a kitüntetések rendszere, tehát megállapodtunk abban, hogy bármilyen rendszer is van, nyilvánvaló, hogy a jó munkát, a megfelelő munkát, a kiemelkedő értékes munkát, netán emberi magatartást mindenképpen díjazni kell. Meg kell egy pillanatra állnunk, hogy köszönjük, hogy X vagy Z így működött. Tehát elég sok díszpolgárságtól kezdve egészen odáig, hogy aki nyugdíjban megy egy pedagógus, akkor azt kapjon egy megfelelő elismerést a város önkormányzat részéről is. Foglalkozott a bizottság a helyi temetkezések rendjével, nagyon idézőjelben téve kulturáltságával. Úgy éreztem, ezt részben én forszíroztam, hogy ez is ennek a bizottságnak az ügye. Volt mit helyre tenni, megmondom őszintén. Nyilván mindjárt az első között szóba került a tévé és rádió ügye. Már csak azért is, mert Szabaros Csaba a akkortájt frissen megválasztott művészeti igazgatója, az első ténykedése között beadta az igényt a Hajdúböszörmi Város tévé és rádió frekvenciára, amit hát azóta is ugye helyek közel akarodik a rádióra, megkaptuk, tehát ez más téma. Volt két kriminális szoborhely Böszörményben, az egyik a gimnázium előtt egy orosz katonának a szobra, a másik pedig a Lenin szobor, az ugye akkor Lenin téren. Ezeket ugye nyilvánvaló, hogy az első időkben eltávolodott a város, és hát ott maradtak ezek a helyek, kihasználtanul, illetve hát torzó formájában, tehát ezzel is valamit kellett csinálni. A gimnázium előtt, a háború előtt egy országzászló volt,
országzászló volt, amit tulajdonképpen sikerült visszaállítani. A Lenin szobor helyét még most kezdenek vele valamit csinálni, tehát az ugye sajnos az úgy maradt, úgy volt. Na és visszatér egy pillanat az országzászlóhoz, amit úgy, ahogy megcsináltak, én nem vagyok magával a munkával megelégedve, azt, hogy folyamatosan bíráltam, tehát a kivitelezéssel nem vagyok megelégedve, azt minden évben javítani kell, az minden évben tönkre fog menni, a tél tönkre teszi. Fájó pontom az, hogy van egy városban egy Petőfi ház. Ez a mi Petőfi utcánk, nem tudom, tetszik ismerni magát az épületet, valamikor a Tiszaháznak hívták, és ez jó pár év óta zárva van, mondván, hogy az életveszélyes. Borzasztó helyiség hiánnyal küszködik a város. Nincs egy képtára, pedig ott van rengeteg a művésztelepünk alatt összegyűlt festménye, ott tárolják alaksorban, tudomásom szerint, a művelésházban, stb. És akkor itt van egy hatalmas ház, és nem csinálunk vele semmit sem, mert nem igaz, ha összekarcsolod, ő már régen összedült volna. Voltak-e olyan kulturális elképzelései, vagy kulturális elképzelései a bizottságnak, amelyeket nem sikerült megvalósítani, avagy elkezdték, de esetleg befejezni nem tudják az önkormányzati választások miatt? Igen. Hát tulajdonképpen olyan, tehát semmi okunk nincs arra, hogy tapsoljunk. Semmi okunk nincs rá, mert elég sok minden, majdnem minden úgy vagy félbe maradt, vagy elképzelésem szerint nem valósulhat meg, és ennek legtöbb esetben anyagiak voltak az akadálya. Tulajdonképpen azt kell akkor itt most gyorsan megfogalmazni, hogy mint ahogy ezt már nyilvánosságot is megfogalmaztam, és nem egyedüli bizottsági elnök vagyok, akinek ez a véleménye, hogy sajnos a bizottságok, hát majd csak mondjuk a gazdaság és a pénzügyi bizottság kivételével, mert ugye azok azért sarkalatos bizottságok voltak, kivételével majdnem, hogy bizonyos gittegylet állapotba kerültünk, mert hiába tárgyaltunk meg dolgokat, hiába voltak elképzeléseink ezzel vagy azzal kapcsolatban, hiába gondoltunk arra, hogy mit tudom én, a kulturális bizottságnak is legyen évente legalább egy olyan 5-6 millió forint, olyan összeg, amivel a bizottság rendelkezik, és mi hagy döntjük azt el, hogy az a pénz hova kerüljön. Soha nem sikerült ezt helyrehajtani. Hiába tárgyaltunk meg dolgokat, nagyon őszintén, nagyon lelkismeretesen, alaposan. A 27 tagú önkormányzat újra tárgyalta, abszolút figyelmen kívül hagyva az, hogy az már egy bizottsági döntésen netán átesett. A közoktatási koncepciónkat viszont majdnem, hogy közfelkiáltással fogadta el, annyira sikerült összehozni, hogy így mondjam. Nagyon értékes emberek voltak benne, elsősorban a helyi iskolák vezetői, és nagyon nagy lelkesedéssel végezték ezt a munkát. Csak sajnos hát ennek a végrehajtásához is bizony nagyon komoly pénz kell, és én nekem az a szerény véleményem, és akkor ezt nagyon gyorsan megfogalmazom szintén, hogy most foglalkozik a város azzal, hogy a 96-os expóhoz valahogy csatlakozik a város is. És hát ide csal bizonyos vendégeket, ugye, és majdnem télre esünk az erőlködéstől, ugye bár, hogy valamit összehozzunk, hogy mit tudom én, mondjuk ebből legyen valami. Én ezt nem elleneztem, első perctől kezdve, megmondom őszintén, de most ilyen leköszönő félben lévő helyzetben lévő ember, azt mondom, hogy Istenem, itt tegyünk rendben dolgainkat, ide kell a pénz. Hát
hát nem tudom hány, tényleg azt kell mondani, nem tudom hány tantermet kell építeni a legrövidebb időn belül ahhoz, hogy elfogadható körülményeket teremtsünk az iskolák számára. A temetőnk olyan állapotban van, a temető ravatalozója, hogy a bent, a helyiségben, a szónokok esernyő alatt mondják el a dolgaikat, akár papról van szó, akár polgári szónokról. Kriminális, nem folytatom, szóval millió helyre volna, és akkor én szerintem mi legyünk boldogok elsősorban, hogy ez is megvan, az is megvan, ez is el van intézve, az is el van intézve, és ne ez a 10-20-30 nyugatnémet, aki itt, mit tudom én, átrón a városon. Jó, hát mit tudom én, hogyha olyan helyzetben lennénk, hogy nem lenne kinn a fenekünk a nadrágból, akkor azt mondom, hogy elintézve, de sajnos kint van. Működött-e a városban valamiféle kulturális mecenatúra? Az önkormányzatunk kívüli erről nem nagyon tudok, mondom őszintén, ez nem zárja ki az, hogy apró cseprő ilyen támogató ne lenne a városban. Tehát én szerintem a szóba jöhető mecénást csak az önkormányzat. De egyet azért hagy említsek meg a nemzetközi művésztelepünket, ami ugye most már túl lett a harmadik X-en, és ezt minden áron fönntartja továbbra is az önkormányzat. Bár most az utóbbi években egy-két válságba került, ennek is több minden oka van itt, most nem részletezem, de én szerintem az önkormányzat mindenképpen át fogja segíteni a válságon ezt az intézmény, nevezzük intézménynek. Ennek van egy kuratóriuma, van egy alapítványa tulajdonképpen, és ezt kell valahogy támogatni, ezt kell valahogy fölújítani, fölfrissíteni, mert hát tulajdonképpen mindenki tud fulladni egy bizonyos idő után, ez is. Elégedett az elmúlt 4 esztendő beli munkájával, lehetőségeivel? Személy szerint önre gondolok most. Nekem szinte minden erőmet össze kellett szedni ahhoz, hogy ennyire is megfeleljek ennek a munkának, mert mégis idegen volt tőlem, mégis nem azt mondom, hogy távol, mert ugye ezt is említettem, hogy közel voltam mindig a elsősorban a közölődéshez. De sohasem hittem volna, hogy mit tudom én például az oktatással ennyire mélyen kell nekem majd foglalkozni, vagy egy-egy iskolának a problémájával ennyi kell foglalkozni. Vagy ezen belül, amit szintén már említettem, ugye pénzügyi dolgokkal. Hát akár mihez nyújtunk, akár milyen témát szoktunk, minden pénz kérdése. Úgyhogy végül is tulajdonképpen olyan értelemben nyugodt vagyok, hogy én megtettem magam részről mindent, ennyit el lett belőlem. Köszönöm szépen!